Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, újra itt vagyunk Sportszelet című magazinunkkal, amelyben, mint azt már megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb sporteseményeivel foglalkozunk. Elsőként nézzék meg, mi mindennel készültünk a mai alkalomra. Regionális kézilabda edző továbbképzést tartottak Kisvárdán. Átalakított, megfiatalított kerettel készül a bajnokságra a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Pénteken és szombaton rendezik meg a Sitkú Ernő emléktornát Nyíregyházán. 4 forduló után 7. helyen áll az A Stúdió futszál Nyíregyháza. A Hajdúszoboszlót fogadja a nyírbátori felnőtt kézilabda csapat. Előadásokkal, bemutató edzésekkel, interaktív tanácskozással szerveztek regionális kézilabda edző továbbképző szakmai napot Kisvárdán. Az eseményre több mint 200 szakember érkezett az ország számos pontjáról. Nagyon örülünk neki, hogy otthon tarthatunk ennek az eseménynek. Igazándiból több mint 200 résztvevője van a mai edzőképzésnek. Olyan szegmensét érinti a Magyar Kézilabda Szövetség és a sportágunknak, amelyek alappillérei az edzők, és láthatjuk, hogy azért a ismerős arcokkal is összefuthatunk a mai napon, akár Elek Gáborral, vagy Köszner Vilmossal, akit egyébként a televízió képernyőiről ismerhetünk. Nekünk igazándiból azért fontos, hogy megismerkedhetnek a sportágnak azon fejlesztési területével, amit előre egyébként a Nemzeti Edzőközpont számunkra oktatási anyagként lead, és itt az előadásokban demócsoportok segítségével tudják az edzők megismerni azokat a fejlesztési területeket, stratégiákat vagy alapokat, amelyekre szükségük van a későbbi munkájuk során. Mi is a menetrendje a mai napnak, illetve milyen előadásokat hallhatnak, láthatnak az ideérkezők? Igen, az utolsó előtti regionális kézilabda edzői továbbképzés, Kisvárda és a megye is kapott egy ilyet. 5 előadás hangzik el, a régióban meg Budapestről és több helyről ide utazó edzők részére. A témakörben egy picit a térségnek a sajátosságait is belevettük, úgyhogy volt egy kondicionális képző köredzés feladatsor, amit Bulzák kollega vezényelt. Most volt egy Kalocsai Erika által, a Debreceni Akadémia által bemutatott kapus alapképzésről. Most következik egy teljes kerek edzés a Sárospataki Református Gimnázium csapatával. Délután jön a Drizner Péter Mezőkövesdről a szélső játékosok helyzetbehozásáról, és hát nem maradhat ki a strand kézilabdának a léte. Budapestről jön egy kollega, Pinizsi Zoltán. Szóba került a térség sajátossága, illetve a térség sajátosságai. Mit értünk ez alatt? Kicsit keserű szájjal elmondom, hogy nincs igazából első osztályú csapatunk, kivéve ugye a Debrecen és a Kisvárdát. Korábban ez másként volt, tehát volt úgy, hogy 3 NB1-es csapat is volt itt Tiszavasvár, Nyíregyháza, Kisvárda környékén. Inkább a képzés az alacsonyabb korosztályú gyerekek részére kell, hogy berendezkedjen. Ez nem azt jelenti, hogy itt nincsenek tehetségek, de nagyon-nagyon sok tehetség van, mint szakfelügyelő járom a keleti régiót, viszont nagyon sokan elkívánkoznak egy bizonyos állapot után. Jó lenne a megkötő képességet valahogy valamilyen összefogással hangsúlyosabbá tenni. Hogy lehetne ezt elérni? Én úgy gondolom, hogy könnyű is, meg nehéz is, ugyanis sajnos lebomlott egy olyan hierarchikus szokás, tehát eltűntek olyan fellegvárak, megyeszékhely például. Nincs felnőtt csapat, amik voltak. Tehát ezt nehéz újraépíteni, tehát mernék satszolni, de nagyon lehangoló lenne, hogy hány év múlva lehet újra NB1-es férfi kézilabda meccset látni Nyíregyházán például. Könnyű lenne, mert a Magyar Kézilabda Szövetségnek van egy olyan TAU lehetősége, hogy soha nem látott, a futball után legtöbb pénz áramlik a sportágunkba. Kicsit irigylem is ezeket a fiatal edzőket, mert ennyi keresni nem lehetett az én időmben. Tehát itt van az alapanyag, itt vannak a szakemberek, hála a jó égnek elég sok komoly sportcsarnok épült az utóbbi időben, dolgozni kellene, esetleg egy kicsit vezényelni, és szerintem ez egy nehéz sportág, de nagyon szeretik a gyerekek, a nézők, ezen az úton kellene elindulni.
Gyerekanyag van elég, illetve hogyan lehetne a tehetségeket jobban kiemelni, kiszűrni? Van, tehát létszámban mi elég népes régiója vagyunk az országnak, különösen alacsonyabb korosztályokban, és én úgy gondolom, hogy a további lépésekben kell továbbra is szakmai instrukció a kollégáknak, és egy kicsit a fényt meg kellene világítani, tehát egy ilyen szippantó hatása lenne vákum egy-két jól működő felnőtt csapat annak árnyékában létező utánpótlás csapatoknak. A Nyíregyházi Sportcentrum is képviseltette magát a mai edzőképző konferencián. Kondicionális edzést mutattatok be, miről is szóltad? Gyors állóképességet mutatunk, az volt a téma. Fiúk nagyon rendesen megcsináltak a feladatot, remélem a közönség vagy az edző kollégáik is elégedett voltak és tudtak valamit belőle tanulni. Ugyebár a kézilabda egy nagyon lendületes, nagyon gyors sportág, a kondicionális képzésre mire érdemes odafigyelni? Nyilván nagyon fontos, tehát próbáltunk ilyen időzőben modern dolgokat, amit tehát sok eszköz segítségével használni, hogy tehát fejlődik a kézilabda sokkal gyorsabb, mint régen, úgyhogy tehát nekünk is kell folyamatosan képzelni magunkat, és folyamatosan olyan új dolgokat mutatni, megtanulni, és hogy a mi fiunk is, hogy fejlődjenek. A Sárospataki RKG Alapítvány is képviselteti magát a mai edzőképző napon itt Kisvárdán. Mivel készültetek, mit láthat most a közönség? Egy vegyes jellegű edzést, kis heti edzés számú csapatoknál ez volt az én témám, amit hoznom kellett. Ebbe beleértjük a technikai, taktikai képességeket, ezeket a gyakorlatokat, úgyhogy igazából ezzel készültünk a csajokkal. Lesz benne védekezés, támadás, jó néhány gyakorlatot hoztunk, amivel fel tudom vázolni, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak az edzőknek, akiknek komplex gyakorlatokon át kell megtanítaniuk a játékosaikat, hiszen kis heti edzés számmal, akár kettővel, hárommal dolgoznak, és nincs lehetőségük arra, hogy külön-külön edzéseket szálljanak ezekre. Mit lehet tudni egyébként az egyesületetekről? Milyen szinten kézilabdáznak itt a csajok? Az alapítványunkban csak utánpótlás csapatok szerepelnek. A lányok az egyik legmagasabb korosztályunk, lányú 17 harmadosztályban fogunk indulni. Fiúkkal és lányokkal is foglalkozunk, jelenleg 12 csapattal és 6 edzővel dolgozunk, és egyre többen vagyunk, 150 körül már most jelenleg az alapítványban. Alaposan átalakult és megfiatalított kerettel vág neki a bajnokságnak a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapat. Az átalakított MB2D csoportjában a felsőházat célozza meg a Drabik Péter által irányított együttes. Az utánpótlás csapataink is, és a felnőtt csapat is elkezdte a felkészülést augusztus elején, sőt volt egy utánpótlás csapatunk, aki július végén már, július utolsó hetében edzőtáborozott. A felkészülés azt mondom, hogy viszonylag egyszerű volt, abban a tekintetben, hogy most azért nem sok helyről kellett a lányoknak érkezni, ugyanis a tavalyi szezonban 8 játékos fejezte be, tanulmányok miatt, költözés miatt, munkahely elfoglaltság miatt itt Máté Szakán a felnőtt csapatban a kézilabdás tevékenységét. Így aztán mi nem is gondoltuk túl ezeket a dolgokat a jövő vonatkozásában, hiszen a Esze Tamás gimnáziumban és a gépészeti szakközépiskolában mentek azok a tanulók, akik a tavalyi U19-es bajnokságban ezüstérmesek lettek. Azt gondolom, hogy 14-15 évesként ez egy nagyon nagy dolog, és mi bizalmat szavaztunk nekik erre a szezonra. Így aztán a felnőtt csapatból igazából, aki a felnőtt csapat magját adja, az a 7 játékos, úgyhogy igazoltunk Balmazújvárosból és Nyíradonyból egy játékos még, és az összes többit 13 gyerekkel, mert mondhatom, hogy nyugodtan, hogy gyerekkel, hiszen 14-15-16 éves gyerekekkel töltöttük fel felnőtt csapatot. Így aztán a régi új edzőnek, Drabik Péternek ilyen szempontból könnyű dolga volt, hiszen hazaiakkal kezdhette meg a felkészülést, a lányok rendelkezésre álltak augusztus elejétől, az a pár ember, aki pedig nem Máté Szalkai, az pedig szakított időt rá, hogy megfelelő edzés munkával be tudjon kapcsolódni majd abba a szakmai munkába, amit elvárnánk a csapattól. A bajnokságról csak annyit, hogy nem csak a csapat alakult át, hanem hogy az MB2-es bajnokság is. Nagyon komoly csoportba kerültünk, hiszen a DVST U21-es csapatával az Eger
NB1B-s utánpótlás csapatával, ők is U21-esek, kerültünk egy csoportba, és hogy a nemzetközi szintet is tartsuk természetesen, az Ungvár csapata ismét ebbe a csoportba került. Emellett még régi csoportársunk, ugye a Vitka, helyi szinten, megyei szinten a Kálósemjén, ezen kívül a Miskolc és a Hajdúböszörmény még, aki ebbe a csoportba szerepel. És hát ugye a bajnokság átszervezés az abból áll, hogy lejátszuk az alapszakaszt, ez egy oda-visszavágót jelent az őszi, illetve a tavasz kezdetén, és aztán az első négy helyezett játszik, mi a D-jelű csoportban vagyunk, a C-jelű csoport első négy helyezettjével a felsőházi rájátszásban, majd a 5 és 8. helyezett csapatok pedig játszanak az alsóházi rájátszásban. Hogy milyen célokat fogalmaztunk meg? Hát leginkább ugye, mivel egy nagyon fiatal csapat, és ezeknek a gyerekek nagy részének az utánpótlás, az U19-es bajnokságban is helyt kell, hogy álljanak, ezért nyilvánvalóan a felnőtt csapat a prioritás, de azért szeretnénk, hogyha ifjúsági csapat szintjén ugye azokat az eredményeket, azt az eredményt hoznák, amit az előző évadban, és itt a felnőtt csapatban pedig egyre több embernek egyre több lehetőséget biztosítunk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez egy átmeneti évre számunkra, és bizalmat szavazunk minél több embernek. Ez már az edzőmeccsek alapján kiderült, hogy Drabik Péter bátran nyúl hozzá a fiatalokhoz, forgatja őket, nem csak perceket kapnak, hanem félidőket ezek a játékosok. Úgyhogy én bízom benne, hogy akár meglepetésként még talán egy felsőházi rájátszás, de hogyha az alsóházba fogunk szerepelni, és ott a végén az alsóház elején fogunk végezni, annak is nagyon fogunk örülni. Pénteken és szombaton rendezik meg a Sitkú Ernő emléktornát Nyíregyházán. A házigazda Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mellett három A csoportos együttes, a Deac, a Kecskemét és a Honvéd lép pályára a Continental Arénában. Nem volt kérdés, hogy azután a sajnálatos esemény miatt, hogy Ernőt elvesztettük, meg fogjuk rendezni ezt a tornát. Én már ugye a harmadik alkalommal kerül megrendezésre, és legfőképpen a tiszteletadás a célja. Másosorban pedig az, hogy egy nagyon komoly nívós ellenfelekkel egy olyan tornát tudjunk rendezni, ami a nézőknek is egy komoly élmény nyújthat, illetve a csapatnak is egy nagyon jó felkészülést. Hiába vagyunk most másodosztályúak, kizárólag első osztályú csapatok azok, akiket hívtunk, és akik el is fogadták, így a Deac, Honvéd, Kecskemét gárdája. Úgyhogy nekünk pontosan ezt a sebességet kell felvennünk ahhoz, hogy a másodosztályban gyakorlatilag mindenkit lefutva sikeresek lehessünk. Ugye elhangzott az, hogy sajnos másodosztály. Milyen célokkal vág neki a csapat az új szezonnak, illetve milyen új alapokra helyeződött a játékos keret? Nagyon nehéz még konkrét célokról beszélni, hiszen 7-8 új játékos, új vezetőedző, új szakmai igazgató van, de a létesítmény, a körülmények a csapat között azok stabilak és biztosítottak. Én bízom abban, hogy komoly esélyünk lesz visszajutni már első évben, de emellett egy hosszú távú koncepciót is fogalmaztunk meg a saját értékeink megtartására és azon játékosok felnevelésére, benevelésére a felnőtt csapatba, akik eddig talán egy picivel kevesebb lehetőséget kaptak az első osztályban. Tehát párhuzamos a munka, én nagyon bízom benne, hogy az első évben már sikerül olyan helyen lennünk év közepén, év végén, hogy reális esélye legyen a visszajutásra, de emellett pontosan ugyanolyan fontos a saját értékeinknek a megőrzése is. Több mint egy hónapja elkezdte a felkészülést a csapat az új szezonra. Ugye nagyon sok helyen kicserélődött ez a gárda a tavalyihoz képest. Az elmúlt heteknek mi volt a tanulsága? Az egyik meglepő tanulsága az, hogy ahogy mondod, noha kicserélődve ennyi pozíció, és mégis pár hét után már azt látom, hogy annyira jó közösség alakult ki a srácok között, és ugyanígy az edzőkkel karöltve. Most csak tényleg egy-egy példa, hogy egyszer látok egy 4 fős brigádot kávézni, aztán egy teljesen más formában. Nem alakultak ki klikkek, nincs olyan széthúzás. Egységesnek tűnünk nagyon, és annak ellenére, hogy tényleg nehéz ellenfeleket válogattunk itt az elején, tehát nem abból áll, nem egy diadal menet itt a felkészülés, mert nem is ez volt a cél. Nagyon pozitívak, veszik alapot, jók az edzések, és jók így a felkészülésnek minden pillanatot. Melyek azok az alappillérek, amelyekre szeretné támaszkodni a csapatot illetően? Alapvetően a fiatalság, gyorsaság az, ami mindenképpen jellemzi az egész bandát. Sok gyorsindítással és átmeneti játékkal szeretnénk operálni. Kicsit ebbe pont ahogy megfogalmaztam itt a sajtótájékoztató végén, hogy van egy nagyon komoly fűszerünk a Merim Mehmedovics révén. Ugye ő mint szakmai igazgató nem lenne kötelessége, de rengeteg edzésen ott van, és iszonyatosan felkészült.
minden vonulat, tehát az amerikai, a spanyol, a szerb iskoláknak a legmodernebb, legfrissebb taktikai elemeit belecsempészi akár az edzésekbe, akár gyakorlatban, akár elméletben. És ez teljesen párhuzamban van az én elképzeléseimmel, és csak nyilván neki a 30 éves tapasztalata során sok egyéb dologgal kiegészült. Ezeket próbáljuk összegyúrni, és mondom, a srácok nagyon vevőkre, úgyhogy egy jó futós, támadó felfogású kosárlabdát szeretnénk játszani, amit nyilván a másik irányban, meg ugyanezzel a sebességgel, ugyanezzel a keménységgel a védő oldalon is meg kell, hogy alapozzunk. Mert ugye anélkül nem is fogunk tudni gyorsan játszani, hanem szerzünk labdákat. Ugye már nincs 3 hét hátra a bajnoki rajtig, hol áll most a csapat a felkészülést illetően? Ugye még, ahogy említetted, jó néhány nehéz mérkőzés vár addig a fiúkra. Így van, ugye most lesz az emléktorna, a Sütko Ermű emléktorna, és hát kettő A-csoportos ellen fogunk játszani. Mindenképpen A-csoportos, mert 3 A-csoportos van meghívva, és akkor lesz egy helyosztó, meg lesz egy előtte. És még a Losoncot fogadjuk 15-én, akikkel már idegenben játszottunk egyet, hát ők meg egy áligás, vagy szlovák áligás csapat. Az ő tudásukat fel tudtuk így mérni elsőre, nyilván idegenben más játszani. Szerintem az egy fajta főpróba lesz. Hogyha velük már tudunk egy olyat játszani ott, hogy nem érződik egy ilyen óriási fizikalitás fölény, akkor biztos vagyok benne, hogy könnyedén fogjuk venni az első pár akadályt. Hát persze a könnyedén az sose úgy van, hogy feltett kézzel jön majd az ellenfél, de akkor tényleg a piros csoportnak nekifutni, 2 A-csoportos meg egy szlovák A-ligás után, az egy jó rajt lehet. Imád visszatérő játékos vagy itt a Kék Cápáknál, de ezen kívül is számos ponton kicserélődött a csapat. Ugye újra a B-csoportban kezditek meg a megmérettetéseket, milyen céllal érkeztél te vissza, illetve hogyan látod a csapatot? Nem volt tervben a visszatérés abban a tekintetben, hogy nem szerettem volna már A-csoportba kosárlabdázni, ezt már említettem korábbi interjúkban, de a sajnálatos tény az, hogy kiestek tavaly a fiúk. Moha megkeresett, én meg mindenképpen szerettem volna visszajönni segíteni a másodosztályban. Alaposan ki is terülődött a csapat, de egy nagyon jó brigád gyűlt össze. Ez eleve már a társaságnak a 90%-át ismertem, vagy közvetlenül csapattársként, vagy ellenfélként, vagy utánpótlás válogatottból voltunk csapattársak, úgyhogy nem volt ismeretlen abszolút, de első héten már látszott, hogy mindenkinek jó mentalitása van, éhesek a sikerre, és nagyon jól elkezdtünk dolgozni, és még nagyon sok munka áll előttünk, de szerintem még van időnk. Ugye pontosan 3 hét van hátra a bajnoki rajtig. Addig hogy látod, mi az, amin még javítani kell adott esetben a játékban, az összecsiszolódásban? Mindenképpen még erőnlétben is kell kicsit feljönnünk. Ez mondjuk nagy segítség, hogy csupa fizikális első osztályi csapat ellen játszunk, mérkőzünk meg. Azért azt a fizikalitást, amiben ilyenkor belekóstolunk, azt úgy gondolom, hogy fogjuk tudni kamatoztatni a másodosztályi csapatok ellen. Igazából az egész játékrendszer, amit Ákos és Meri megálmodott, rengeteg gyakorlásra szorul, néha tényleg centimétereket kell vagy jobbra vagy balra tolódnunk, amikor gyakoroljuk, kérik tőlünk, úgyhogy ezeket tényleg addig gyakorolni, amíg teljesen bennem rögzül és automatikusan nem válik. 4 fordulót követően a 7. helyen áll az A Stúdió futszár Nyíregyháza az NB1-ben. A csapat pénteken a Deac otthonában lép pályára, majd 2,5 hetes válogatott szünet veszi kezdetét. A szezon előtt próbáltuk megerősíteni a keretet, ami úgy gondolom, hogy létre is jött, viszont ez még pontokban nem mutatkozik meg annyira, hiszen 4 forduló után nem az a pontszám van, amit elterveztünk, de a mutatott játék szakmailag úgy ítélem meg, hogy jó úton vagyunk, és rengeteget fejlődött a társaság, illetve akik csatlakoztak, az új játékos, azok pedig felfele húzzák a régebbi játékosokat, a tapasztalatlanabb játékosokat is, és így játékba szerintem lassan kezdjük elérni azt a formát, amit én szeretnék. Itt összességében a 4 meccs alatt a helyzetkihasználásunkkal van probléma. Igazából tavaly is ezzel küzdöttünk, idén is, mondjuk az edzőmeccseken nem láttam ennek jelét, de itt a bajnokságban azért rengeteg elhibázott helyzetünk volt,
Nagyon szoros a bajnokság, tehát aki nézi a tabellát, az egy meccset nyersz és már dobogón, vagy egy meccset pontot szerzel, vagy kikapsz, akkor pedig mész a 7., 8., 9. helyre. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen szoros lesz, bár én jeleztem a vezetés felé, hogy nem biztos, hogy a régi hegemónia lesz, hogy lesz 4-5 csapat, aki elhúz, hanem itt most van 8 csapat, aki bár mikor odaérhet a felsőházba, és szerintem mindenkinek ez a célja, nekünk is. Bízom benne, hogy a folytatás az jobb lesz. Most egy idegenbeli hadjáraton vagyunk, és egymás után 3 meccsünk lesz idegenbe. Az elsőt úgy gondolom, hogy Veszprémbe jól abszolváltuk, tehát 1 pontot elhoztunk helyenként biztató játékkal, de kíváncsian várom a folytatást. Ugyebár pénteken a Deac otthonában léptek pályára, korábban edzőmérkőzést is játszottatok ellenük, sikerült-e feltérképezni, vagy miből lehet konzekvenciát levonni, illetve mivel készültök? Igen, ez így van, pénteken a Debrecenben látogatunk a Deachoz. Összességében ismeri a két társaság egymást, hiszen játszottunk tényleg edzőmeccseket, meg a bajnokságból is tavalyról. Ott egy alakuló félben lévő csapatról van szó, hiszen edzőváltás történt, és máshogy játszanak, mint az előző edző irányítása alatt. Kíváncsi leszek, mert a NBA egy leglassabb pályáján fogunk játszani, ezért is próbáltuk a heti edzéseket itt Újfehértón véghez vinni, mert ez a pálya is hasonló ahhoz, de nem annyira tapadós és ragadós, mint a debreceni. Ezzel is meg kell majd küzdenünk, hiszen a parkettához vagyunk szokva, aki futszározott vagy teremsportákban, akár egy meccsen is részlet, azt tudja, hogy miről beszélek. Nem lesz könnyű dolgunk, igazából ők még nem nyertek meccset, viszont csak szoros meccseik vannak. Hát remélem, hogy ez a tendencia megmarad, és megpróbáljuk elhozni a 3 pontot. Az edzőmeccsből visszakanyarodva nem szabad kiindulnunk, mert ott mind a két csapat, tehát mindenki játszott, én is kevergettem a sorokat, a Tihanyi mester is kevergette a sorokat. Hogyha abból indulunk ki, akkor nagyon csúnyán ki fogunk kapni. Én ezt nem szeretem, az egy jó visszajelzés volt, hogy hol tartunk számunkra. Az is egyébként egy kiki meccs volt, tehát ott kicsi dolgok döntöttek a javunkra. Remélem, hogy ezek megmaradtak és tudunk nyerni. Azt követően pedig egy 2,5 hetes szünet veszi kezdetét. Mi lesz a menetrend azon időszakban? Igen, ez így van. A válogatott szünet miatt két hétre leáll a bajnokságunk a nem válogatott játékosoknak. Egy ázsiai túrán vesz részt a nemzeti csapat, és mi pedig edzésekkel fogunk készülni, edzőmeccs lesz beiktatva, illetve próbáljuk rendezni a hibákat, próbáljuk majd szimulálni, mint hogyha menne a bajnokság, ezért is lesz az edzőmeccs, illetve egy kis megnézzük, hogy az erőnlét ügyileg hol járnak, teszteket fognak megcsinálni a fiúk, és így készülünk majd az MFA elleni újabb idegenbeli mérkőzésünkre. Hazai pályán a Hajdú Szoboszló ellen lép pályára az MB2 D csoportjának első fordulójában a Nyírbátori felnőtt kézilabda csapat. Az együttes célja a felsőház az átalakított lebonyolítású bajnokságban. Hétvégén indul a bajnokság, a szokásostól eltérően, hiszen a többi hazai mérkőzéseinket mindig szombaton fogjuk játszani, most vasárnap, tehát felhívom a kedves közönségünk figyelmét, hogy az első mérkőzés különböző okok miatt vasárnap kerül megrendezésre, 15 órától az ifjúsági mérkőzés és 18 órától az MB2-es bajnoki mérkőzés, ami mindjárt egy óriási rangadóval indul, hiszen az ellenfelünk a Hajdú Szoboszló lesz, aki igen megerősödött, sok mindenki által ismert játékosok közül, csak a Szűcs Balázs, illetve a nálunk is 2 gólkirályi címet szerzett Páncél Zoltánt említem. Tehát nagyon megerősödött, és nagyon fontos mérkőzés ez a csapatunk számára. A felkészülés sajnos nem volt zökkenőtől mentes, hiszen sérülések, ahogy beindult az iskola, iskolai elfoglaltságok, beiratkozások, betegségek hátráltatták a Falcsik Miklós vezetőedző munkáját, de ezt gondolom, hogy megvolt más csapatoknál is, hiszen 2 felkészülési mérkőzést is hasonló okok miatt mondtak vissza.
de azért tudtunk felkészülési mérkőzéseket játszani, ami úgy gondolom, hogy hasznosan szolgálta azt, hogy azt mondhatjuk, hogy a bajnoki rajtra készen állunk. Ugyebár a bajnoki rajt azért is fontos, illetve minden mérkőzés azért is fontosabb, mert másféle lebonyolítás szerint megy majd a bajnokság, erről mit lehet tudni, melyek a legfőbb változások? Új lebonyolítási forma lesz valóban. Az eddig megszokott 12 csapat helyett 8 csapat lesz. A 8 csapat oda-vissza megmérkőzik, akkor kialakul egy első négy, illetve egy második négyes csoport, tehát mi azt mondjuk, hogy felsőház, alsóház, és ez természetesen a minimális célunk az az, hogy a felsőházban végezzünk, hogy az ezt követő rájátszásban a másik csoport első négy helyezettjével döntsük el végső soron a helyezéseket. Tehát ez a minimális cél, hogy az első négyben végezzünk, aztán pedig utána megint kialakul egy 8-as csoport, amiben én úgy gondolom, hogy képesnek tartom a csapatomat. Ugye az elmúlt évek is erre engednek bizalommal következtetni, hogy dobogó közelébe, de a megfogalmazása a klub részéről az első 5 helyezés. Tehát akkor már úgy veszük, hogy a 16 csapatból az első 5 helyezésben végezni, illetve hát ez most azért is tűnik egy kicsit szerényebb célnak, mert közben azért több fiatalt szeretnénk beépíteni a csapatba, ami biztos, hogy egy kicsit az eredményességre is fog menni, de hogy a jövőt velük képzeljük el, ez mindenféleképpen célunk, és hát nekik is lehetőséget kell adni éles küzdelmekben. Úgy válnak jó játékosokká. Ugye szóba jöttek a fiatalok, az iskolakezdés, beszéljünk egy kicsit az utánpótlásról, ugye az U20-asok legutóbb egy tornát nyertek. Utánpótlás szinten milyen célokat tűztek ki maguk el? Utánpótlás célunk az nagy összességében, hogy továbbra is vonjunk be minél több gyereket a 8 éves kortól a 20 éves korig, tehát az ifjúsági vagy U20 most már korosztályokon belül. Hát a cél az, hogy szeretessük meg a gyerekekkel a kézilabdát. Ez megkezdődik, ugye most két U8-as csapatot fogunk indítani, de lesz U9-es csapatunk és U10-es csapatunk, U11-es csapatunk, U13-as csapatunk, serdülő, illetve ifjúsági. A serdülőnek most ugye ezt amikor készítjük a felvételt, azt mondom, hogy a holnapi nap, tehát csütörtökön már az első bajnoki forduló részt fognak venni. Az ifjúsági csapatunk, aki, mint említetted, tornát nyertünk egy héttel ezelőtt Hajdunánáson, igen, Langos mezőnyben, sikerült veretlenül tornát nyerni, ők pedig vasárnap a felnőtt meccs előtt 15 órakor kezdik meg a bajnoki küzdelmeket. Most olyan ifjúsági csapatunk van, amivel reményeink szerint dobogón vagy dobogó közeli helyen végezhetünk. Mint említettem, ebből a csapatból fogunk több saját nevelésű fiatalt megpróbálni beépíteni a felnőtt csapatba. Kedves nézők, ennyi fért a mai Sportszeletbe, új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!